tegnap este Tiszaszöllős felől itt jöttem el az úton, olyan 7:30 körül, és én akkor láttam nagyon sok Szent Imreit és a polgármester asszonyt is, hogy még itt rendezkedtek, hogy hogy álljanak a sátrak, mi hogy legyen, és amikor ma délelőtt ide érkeztem, akkor azt láttam, hogy itt rend van, itt meg van szervezve, és nagyon jó hangulatú a falunak. Egy településnek gazdája van, a lakói jó gazdái, akkor meglátszik a település fejlesztésén is. Tisza Szent Imre olyan pályázatokat nyújtott be az elmúlt években, és ebben az évben is, ami biztosítja azt, hogy egy élhető, szép és fejlődő település marad továbbra is a falu. Én gratulálok Önöknek, gratulálok ehhez a nagyon szép falunaphoz, gratulálok ehhez a rendezvényhez, de gratulálok ahhoz is, amivel az egyik legjobb közmunkaprogramot tudták a környéken megvalósítani, hiszen a Szent Imrei paprika méltán híres. A legnagyobb sikere a Karcagi Birkafőző Fesztiválon lett. Méltán híres, legalább már annyira híres, mint a szegedi vagy a kalocsai paprika, csak kisebb körbe. Ha jobban megismerik az országban, akkor ugyanolyan híres lesz. Én még egyszer gratulálok a falunaphoz, gratulálok polgármester asszonynak, gratulálok ehhez a rendezvényhez, és kívánom azt, hogy Tisza Szent Imre ugyanúgy tovább fejlődjen, ugyanúgy őrizze meg azt a szépségét, azt a báját, amit eddig, de úgy, hogy töretlenül fejlődjön. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és kívánom azt, hogy ebben a csodálatos időben mindenki jól érezze magát, és a mai nap jót mulasson.